Szerintem nagyon fontos, hogy a nagyon jó zsíros túrót választunk, tehát a félzsíros túrók nem jó. Ne ez a nagyon kiszárított, ruganyos szemű legyen, igen, ugye? Kell a zsírtartalom, hogy nedvesség legyen neki. 50 deka túró. Igen. Jó zsíros. 2 tojás. Igen. Ugye egy egész citromhéja, jó citromos legyen. Aztán 2 evőkanál porcukor. 7-8 deka búzadara. Tényleg nem kell bele több. Így van. Tehát meg egy pici só. Nem búzadarát kérjetek. Akarunk enni, igen. Hanem túrót. Ez túró gombóc, nem túrós gombóc lesz. Így van. Tehát ez emmes tojás, ugye? Körülbelül igen, igen. Ez házi tojás, de egy emmes tojás. Úgy? Anyukád tyúkjai. Igen. Milyen szép sárga. Gyönyörű. Nem kell habosra felverni. Csak ne nyúljon olyan nem, nagyon. Igen, csak összetörni csak. Igen. Hozom a citromhéreszt elő. Igen, azt kérek. Tehát az 50 deka túrónkra, a jó zsíros túrónkra ráöntjük a 2 jó tojást. Kis tojást. Sót tettél már? Nem, egy pici sót kérek vele. Tényleg... Mennyi a pici? Hát... Egy fél teáskanálnyi. Igen, fél teáskanálnyi, jó. A cukorral nem kell bőven bánni, ez a 2 evőkanál bőven elég, mert mindenki majd, amikor elkészül, és úgy cukrozza, meg vaníliát cukrozza. Így van, mert kívülről majd megcukrozzuk. Kívülről, igen. Jó illata van. Ez kell vele. És akkor a buzadara, ami 7-8 dekánál több ne legyen. Jó. Tehát ha egy kicsit úgy érezzük, hogy vizesebb a túró, akkor 8, hogyha igen. Kevésbé vizes, 7 deka. Szépen összedolgozzuk a kezünkkel. És jó ki kell gyúrni. Igen, szabályosan kigyúrjuk. És ez az a túrógombóc, ami ha kihűl, akkor se lesz egy nagy gumi? Nem lesz kemény, igen. Igen. És ami fontos, igen. Ha ezt összedolgoztuk, a pihentetés. Tehát a búzadarának meg kell dagadnia, tehát egy 2 órát hűtőbe kell tenni, mert ha nem dagad meg, akkor ugye akkor... És mit sem ért. Akkor persze, igen. Hogy kevés a búzadara. Igen, akkor igen. És aki hirtelen most meg akarná csinálni, ugye látja, hogy ez lágy. Még tesz hozzá a búzadarát. És eltúlozza, és akkor... És ott rontja el. Igen. Tehát ilyenkor lágy, normális, hagyjuk 2 órát hűtőszekrényben állni, igen. És csak utána, utána főzzük formázzuk. Ki. Ez meg is van. Tehát ez... Jó, akkor teszünk fel egy postakkort, és akkor mehet pihenni. Pihenni. 1-2 óra, az a minimum. Szépen megdagad ha a búzadara, az nem az baj, az nem baj. Az a lényeg, hogy az az idő meglegyen. És akkor kívülre ugye lehet csak simán porcukros tejföl, ja, hát de ez zsemlemorzsa. Igen. Itt is lehet egyébként variálni, nem? Hogy most valaki tényleg ő maga a mexikai kenyérbelsejét lemorzsolja. Persze, vagy hogyha diétázik, ugye mivel csak 6-7 deka búzadara van benne, nem muszáj, ha prézlit tesz rá, ha csak tejfölbe mártogatja, de hát ugye prézlivel az igazi, azért pirított prézlivel. Igen, meg hát a cukrot. Vaníliás cukros tejföllel. Igen. Képzeld el, hogy én meg úgy készítem az öntetet rá, hogy tejfölt vajjal és cukorral összeolvasztom, megmelegítem. Uh-huh. És ezt a meleg, vajas, cukros tejfölt locsolom rá. Ah, ezt még nem is hallottam. Igen, igen. Mindig. Tehát az ember az élvezetekből, amit megtehet, azt kihasználja. Jó, akkor ezt most félretesszük. Igen, megy a hűtőbe. Forra víz, nagyszerű. Akkor de várjál, akkor kipirítom a zsebemorsát. Mennyi zsíron szoktál? Hát nem sok. Én csak egy picit így? Szoktam, sok? Igen. Már nem, sok? Nem. Jó. Nem sok. Én meg addig szépen vizes kézzel. Igen, ez egy fontos dolog, hogy vizessük a kezünket. Mekkorákat? Hát mekkorát szeretnél igazából, itt most ízlések és pofonok. Nagy diónyi. Ugye, ekkora jó lesz. Az a jó, így van. Jó? És ne lobogjon a víz, annyira, ugye? Igen, mert ha szép gyöngyözzön. Gyöngyözzön. Úgy? Ebben van só vagy cukor a vízben? Nincs. Egyébként a zsemlemorzsához lehet akár rakni, amikor már majdnem piros, egy kis darádiót is, vagy egy kis vágott mandulát, lehet ragozni, de persze. Nem muszáj. Nem, igen, nem kell túl gondolni. Mert hogy a maga egyszerűségében a legfinomabb, egy jó tejföllel, itt az Őrségben milyen jó tejföl nagyon. Van? Nagyon, olyan jó krémes őrségi tejföl van, hogy... Ezt te hány főre számolod? Attól függ, desszert vagy hát második, igen, nem? Most ha igen, egy főleves után, ha desszertként... Hát akkor több kell. Több kell, de igen. De ha a harmadik fogás, akkor elég akkor belőle elég, 3 persze. Ilyen picit. Úgyhogy igen.
Meg egy kicsit még majd, hogy na, meg kinek mennyi? Lesz. Neked mennyi kell, vagy nekem? Különbség szerinted? Hát de egy fejjel magasabb vagyok. Az is igaz. Akkor te többet tehetsz. Most már jó illata kezd lenni, de azért a zsemlemorzsát, vagy a kenyérmorzsát ki mivel készíti, azt azért meg kell jól pirítani, hogy jó íze legyen. És arra figyeljünk, hogy mivel zsíros, ugye még utána is pirul, hogyha levesszük. Igen, a serpenyőben bent vagyod, a meleg serpenyő még pirítja, úgyhogy anyukám egyébként egy pici kristálycukrot ilyenkor igen, szokott amúgy rászólni. Igen, én is szoktam. Akkor nyomjad, nyugodtan. Ott van a nagy lilában. Egyet teszek, jó? Jó. Édesen szép az élet. Igen. Most van időnk lemozogni. Milyen jó találmány ez a túrógombóc is, ugye? Nagyon jó dolog. Túrófán, túrógombóc, nagyon jó találmány. Túróból nagyon finomokat lehet készíteni. Pirítsam még ezt? Nem, szerintem az már nagyon jó. Most már csak a gombócaimat várom. És megnézzük, meg lesz az első játékos, aki nyerni fog, mert az, aki feljön az első, az lesz a nyerő. Ő az angyal. Ezt még egy darabig, mikor lezártuk, kell kevergetni a forró az edén. Igen, mert forró tapasztalt házi asszony. Mikor elkezdtem főzni, ugye mi volt az első, a gombócok, amiket igen. Az ember főz fiatalon. Hányszor égettem meg az alját így, te jó ég. Na, most pont jó. Most igen. Kész. Aha, mikor legközelebb megkevertem, de az alsó fél centi fekete volt. Mindenki magán tanul. Igen. Ő lett az első. Na, ő az angyal. Most már oda néz, dolongás igen, van. Most már igen. És ha feljött, akkor még egy... Egy picit még picikét főzzük. Kell még igen. Főzni. Hozok egy szűrőkanalat. Jól van. Tessék, innen a tiéd a terep. Egy kis előkészítés, de aztán, amikor az első kiabáló szót halljuk, hogy éhes vagyok, igen. Onnan kezdve 5 perc. Igen, körülbelül ezt. Azért ezt reggel beszoktam például keverni, be a hűtőbe, aztán délben csak kifőzni. Uh-huh. Ilyenkor az mi is? Igen, így gondolkod. Nehogy túlfőz, nehogy nyers legyen. De nem igen. Baj. Egy kicsit gondolkodunk felette, aztán igen. Kiszedjük. Jól van. Na és akkor egyből a pirított prézlire. Szépen megforgatjuk, bevonja magát. Ez fontos, hogy melegen ugye belerakjuk a prézlibe, különben nem tapad nem rá. Nem tapad rá, igen. Nagyon könnyűek. Az a lényeg. Remegnek. Az, igen. Remegjen, mint a kocsonya. Na most egy életre megvan a tökéletes anyaghányad. És ez is olyan étel, hogy ahogy megforgattuk a prézlibe, akkor azonnal mehet az asztalra. Azonnal enni kell. Így a legjobb. Így. Teszünk rá egy kis porcukrot. Igen. Jó, kicsit ez többet is többet? Tettél volna. Jó. Hát, jó. Köszi. Jó. Természetesen ezt sokszor meg kell közben ismételni, hogy porcukor, tejföl. Elfogyott megint. Porcukor, tejföl. Legalábbis én így eszem. Nem? Ki kell rakni az asztalra igen. A tejfölt is, a porcukrot is. És mindenki adagolja magának, sorba. Ahogy szeretné. Na, megkóstolod? Ha még szép. Még jó. Nem. Tökéletes. Citromot? Olyan könnyű. Jó benne a citrom. Nagyon jó. Az arányokra kell odafigyelni is. Habos, könnyű, de nem esik szét. Ez a titka. Akkora jó. Na, jól van. Még egy kis cukrot. Remélem, most sok helyen kiabálnak, hogy anya, túrógombócot akarok. Reméljük, ez így lesz. Jó sütés, főzést. Jó étvágyat.